Köszönöm szépen a bemutatást. Egy nagyon izgalmas témával készültem, emiatt egy kicsit izgatott is vagyok, hiszen Foreveron belül úgy tudom, hogy még ezt a témát így nem dolgozta föl senki. Magáról a pénz témáról lesz szó. Vannak, akik félnek tőle, vannak, akik kerülik, és van, aki nyilvánosan is beszél róla és felvállalja. Nézzük meg, milyen mondásokat szoktunk hallani szüleinktől, vagy tanárainktól, vagy a környezetünktől. Például az, hogy keményen meg kell dolgozni a pénzért, vagy a pénz soha nem boldogít, vagy a pénz az mindig piszkos kézhez tapad, vagy ahol sok a pénz, úgy is oda fog vándorolni. Vagy a pénz beszél, a kutya ugat, vagy minden gonoszságnak forrása, vagy például azt is szoktuk hallani, hogy a gazdagok mindig kapzsik, és mindenkit tönkretesznek. De ne szaladjunk ennyire előre, nézzük meg, mennyi filmet dolgoztak fel ez témával kapcsolatban. Mint például van egy film, az a címe, hogy A pénz beszél, Al Pacino film, vagy például Piszkos pénz, vagy például A pénz boldogít, vagy például A Ludas Matyi is. Sokszor azt hallod, hogy a pénz az egy rossz dolog, hogy a pénz az nem biztos, hogy a te épülésedet segíti, bár én mindig azt szoktam mondani, hogy a pénz az biztos, hogy kihozza a valódi énedet, a saját igazi személyiségedet, hogyha van belőle. Ha meg nincs, akkor meg visszahúzódó leszel. Na most abban az esetben, hogyha neked van pénzed, és vegyük most azt az esetet, hogy most van neked pénzed, akkor mit csinálsz vele? Hogyan tekintesz rá? Hogy vonzod be? Tehát, hogy egyáltalán hogyan közelítesz a pénz felé, mint eszköz felé? Gondold el, hogy már gyerekkorban azt súlykolják beléd, hogy a gazdagságot igazságtalanul, igaztalanul szerzed meg. Milyen hozzáállásod lesz a pénzhez? Nézzétek meg például az Avatar című filmet. Abban a filmben azt látod, hogy vannak a gazdagok, akik az ő hozzáállásukkal, és nem a gazdagsággal van probléma, hanem az ő hozzáállásukkal le akarnak igázni egy gyönyörű közösséget. Tehát minél több pénzre akarnak szert tenni, így van? Tehát maga a gazdagság az egy jó dolog, ezt szeretném most itt átfordítani a fejetekben, és szeretném azt megmutatni, hogy nem mindenki igaztalanul szerzi azt a pénzt, amivel ő élni tud, vagy élni fog. Nézzétek meg az FLP-t, az FLP-nek a vezetőjét, az FLP megálmodóját, segít az embereknek, és te is ugyanezt teszed kisebbe. Segítesz az embereknek, és ettől pénzt tudsz adni nekik. Teljesen rossz a beidegződésünk, akkor, amikor gyermekkorban is kérdezd meg a gyerekeket, hogy nekik mit jelent a gazdagság. Aki olyan környezetben nő föl, az azt mondja, hogy igen, én gazdag akarok lenni. Én nem mertem kimondani, hogy én gazdag akarok lenni. Két kapálás között menjél már. Én nem álmodozhattam, nem álmodhattam nagyokat. Mert az nem volt jó dolog. Viszont jó dolog a gazdagság, hidd el nekem. Nézzük meg, mi a pénz. A pénz meghatározott értékkel bíró tárgy, mely a kereskedelmi forgalomban hosszabb, rövidebb ideig, mint állandó fizetési eszköz, használatos, amelynek átadásával dolgokat lehet megvásárolni, illetve adósságokat törleszteni. A pénz egy egyszerű csereeszköz. És hogyha megnézed, akkor a pénzről nem közgazdászok hogyan vélekednek. Van közöttük negatív is, és pozitív is. József Attila szerint a pénz egy fegyver. Szerintem nem. Szerintem jót lehet nyaralni belőle. Brian Tracy szerint egy gondolat egy sajátos energiával bír. Én úgy gondolom, hogy rajtad múlik, hogy a pénzre milyen szemszögből nézel. Oké, nézzük a vastörvényt. A pénz igazi vastörvényét. A pénz vonzás igazi vastörvényét. Először is meg kell nézned, hogy az életedben ok vagy hatás. Tehát te vagy annak a pénznek a megszerzésének az okozója,
vagy a pénz, vagy a pénz nélküliség téged hatássá tesz. Én nem tudom, hogy egy-egy tartozás, mert nekem, hál' Istennek nincs, de egy-egy tartozás hogy le tud téged húzni? És mire tudsz közbe gondolni? Tartozom, 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 ugye? És ez dolgozik benned. És mi az, amit következő alkalommal mondasz? Nekem nincs pénzem. Nekem van, de hogy neked van-e? Tehát, hogy mi az, ami téged okozóvá tesz a pénz megkeresésében? Hit. Azt veszed észre, amiben hiszel. Tehát, hogyha neked jönnek a lehetőségek az életedben, a pénzkereseti lehetőségek, és hogyha te nyitott vagy, akkor észreveszed ezeket a lehetőségeket. Ha te nem vagy nyitott, bezárkózol, akkor a pénz felé is éppen úgy zárt leszel, nem leszel nyitott arra, hogy a lehetőség megérkezzen az életedbe. Az FLP egy lehetőség, és nagyon boldog vagyok, és nagyon örülök neki, hogy te nem mentél el a lehetőség mellett. És itt vagy most velünk. A következő az, hogy figyelem. A figyelem, hogy hogyan gondolkozol, hogy hogyan beszélsz magadról. A nincs pénzem, szerinted ezzel a mondattal mit súlykolsz magadba? Nem is lesz öregem. Tehát, hogyha nincs pénzed, akkor ezt így ne rakd ki az életedbe. Ezt ne emeld piedesztára. Ez ne folyamatosan jelenség legyen az életedben. Én ápolónőként dolgoztam, és hát akkor ilyen kiemelt családi pótlékkal együtt, mert hogy egyedül neveltem a gyermekemet, akkor kerestem 18 ezer forintot 15 évvel ezelőtt. És hát annyira nem lehetett belőle megélni. Soha nem mondtam azt a bizonyos mondatot. Soha nem mondtam, hogy nincs. Mindig azt mondtam, hogy megoldom. Nem tudom, hogy, de megoldom. És mindig megoldottam, és mindig jött a pénz visszáramlás felém, és mindig ki tudtam fizetni azt a számlát, ami a legjobban kellett, hogy kifizessem. Egyszerűen csak attól, hogy más volt a szemléletem. Változtasd meg a szemléletedet a pénzzel kapcsolatban. Élő mágnes vagy. Amire gondolsz, az megnő. Tehát amivel sokat foglalkozol, amennyire szeretnél pénzt keresni, annál több lesz a pénzed. Mosolyognak itt sokan, igen, amire sokat gondolsz, az megnő. A következő vas törvény, a külső világod, a belső világod tükörképe. Tehát amikor te teszel valamit a jelenben, akkor belső világodat vetíted kifelé. Miért is fontos ez? Tégy olyan dolgokat, amivel nagyobbá tudsz válni. Tégy olyan dolgokat, amivel képezni tudod magad, amivel fejlődni tudsz, és maga a fejlődés folyamata az majd meghozza neked azt az eredményt, amit te szeretnél. Észre se veszed magát a fejlődési folyamatot. Tehát csak észreveszed a legvégén, hogy valami változott. A bőség érzése a döntés kérdése. Én nagyon kerestem valamit akkor, amikor találkoztam a Foreverrel. Én görcsösen akartam a változást. Az, hogy a diszkónkban több millió forintos adósság volt a hátunk mögött. Az, hogy ápolónőként 16-oztam, és fáradt voltam, és nem volt időm a gyerekemre. Az, hogy műanyag edényeket próbáltam eladni autóból, csak hogy némi kis plusz pénzt keressek, egyszerűen ez megfelelő döntést adott ahhoz, hogy elkezdjem a Forever-t. És nem csak, én úgy szoktam mondani, hogy nem csak maszatolgattam, hanem én tényleg elkezdtem csinálni. És erre biztatlak téged is. Legyen benne a csere alap minden egyes alkalommal az életedben. Tehát nézd meg a Forever-t. Hogyha a Forever termékeket odaadod valakinek, azért neked a Forever egy másik kalapból kifizet. És ez a fizetség, ez nem kevés. Gondold el, hogyha egy touch dobozzal megy el a barátod tőled, közel 40 ezer forint, ha két touch doboz, az már egy állásban lévő fizetés. Tehát én úgy gondolom, hogy ha te tényleg te belülről úgy gondolod,
hogy ez tisztességes üzlet, már pedig az, mert vagyunk egy páran, akik tudjuk ezt bizonyítani, hogy ez egy tisztességes üzlet. És nézd meg a Rex cseréjét. Ajándékokat ad neked, utazásokat ad neked. Hegedűs Andi, hogy éreztétek magatokat Opátiába? Fölcsillant a szeme rögtön. Jó volt? Tehát, hogy megkapod a cserét ettől a cégtől. Fizikai és szellemi erőforrásaidra figyelj oda. Nézd meg azt, hogyha dolgozol egy munkahelyen, és mondjuk foglalkozol az FLP-vel, és a mentorodnak, a szponzoroddal folyamatosan kapcsolatban vagy, és úgy csinálod az üzletet, ahogy azt vele megbeszéled, és ahogy szövetséget köttök, akkor lesz némi kis plusz az életedbe. Ennek a plusznak a 3%-át fektesd magadba. Az a 3% a fizetésedből is fektesd magadba. Ez az, ha leég a házad, ha tönkre megy minden körülötted, a fejedből nem lehet kiégetni a tudást. Azt nem lehet elvenni. Én nagyon nagy szeretettel ajánlom nektek a Kiyosaki sorozatot, a Brian Tracy-nek a 21 titok, amit a pénzről tudni kell című CD anyagát. Amiről most én itt beszélek, az egy kicsit Brian Tracy, egy kicsit Herman Tetsa, egy kicsit Maxwell, egy kicsit mindennek a keveréke, amit úgy érzek, hogy fontos, hogy tudj. És lehet, hogy így összeszedve nem láttad még. Illetve Maxwell-től a vezetői, aranyvezetői könyv. Milyen vastörvények vannak még? Például az idő. Hogy mennyire gondolkodsz hosszú távon? A reklámokból és a plakátokból láttam, hogy megindult a való világ. Nem tudom, nem láttam a részeket, de el tudom képzelni. Tehát, hogyha te este való világot nézel, vagy híradót, hallottuk a Méritől, hogy mindenki be volt ijesztve, hogy ja Istenem, jég lesz, jégpálya lesz, és biztos, hogy ne indulj el sehova. Tehát, hogyha ezekre a hatásokra te reagálsz, és ezeket a hatásokat te elfogadod, magadévá teszed, akkor te hatás vagy. Olyan emberek manipulációs hatásai, akik a pozitív irányba nem fogják megváltoztatni az életedet. És nem fognak oda menni hozzád, megsimogatni a kis buksidat, hogy figyelj ide, ne ezt az irányt válaszd, mert ez nem a gazdagság felé vezet. A tévében mennyi pozitív információt hallasz? Én nem sokat. Mondjuk nem is sokat ülök előtte, de hogy így akkor, amikor véletlenül elé tévedek, akkor sem. Nálunk a híradó tiltott dolog, tehát azt nem nézheti senki. A párom még sokszor ellenkezik, hogy tudni kell az információkat, és tudni kell, mert hogy mi van a világban. Hát a világ nem fogja megváltoztatni a te életedet. Azt csak te tudod megváltoztatni, és senki más. Nézzük meg, hogy milyen emberekkel veszed körül magad. Szerinted a hajléktalan, akinek a kezébe van ez a FN, tehát fedél nélküli, szerinted mivel programozza magát nap, mint nap? Ezzel az újsággal. Mi az, ami visszaköszön neki nap, mint nap ezzel az újsággal? Szerinted fedél nélküli marad? Nézd meg azt, hogyha te gazdag emberekkel veszed körül magad. Ha te olyan emberekkel veszed körül magad, akiknek a társaságában jól érzed magad. Akikkel szívesen vagy együtt, mert tanulhatsz tőle, meg elleshetsz néhány dolgot, akkor olyanná válsz egy bizonyos idő után? Szerintem igen. Én folyamatosan néztem azoknak az embereknek az életét, amilyenné szerettem volna válni. És nagyon boldog vagyok, mert rengeteg embernek most már én tudok példát mutatni. És nagyon oda kell figyelnem arra, hogy mikor mit csinálok. Mert figyeltek, mindannyian figyeltek. Figyelj, téged is figyel a munkatársad. Téged is figyel, hogy mit csinálsz, hogyan cselekszel, hogyan hisz meg, hogyan tartod az előadást, mivel tudod megszólítani az embereket, miből élsz, milyen autóval jársz. Lehet, hogy még üzletileg nem vagy olyan szinten. Isten ments, hogy egy Mercedest vásárolj meg magadnak, ugye Rajna Évi, amikor még azt nem teheted meg.
emlékszem, amikor az Évi mesélte, hogy volt egy üzlet, amiben hát így mutatni, tehát egy picit jobban mutatta, mint ami volt. És tűzsarkú kis szandálkába, cipőcskébe járt, de volt egy szép, fehér, fakormányos Mercedes-e. Igaz, hogy éjszakánként, 3 óránként föl kellett kelni ahhoz, hogy beindítsák a hidegbe, hogy nehogy esetleg de megjelent vele. És az volt a cél, hogy ő megjelenjen. Nem ez a cél. Ne csapd meg magad. Hiszen az a Mercedes, hát nem esett jól utána, ugye? Tehát, hogy csak annyit mutass, amennyi van, és nem kell többet mutatni, nem kell többet költeni. Ne költs többet semmiképp. Jó, a megtakarítás. Mindenkori jövedelmednek a 10%-át tedd félre. Azt a 10%-ot, ami valójában meg sem érzed. Ez az a 10% lesz, amikor majd nyugdíjas leszel, és már nem lesz nyugdíjad, és fent tudod tartani magad. Nem tudom, a Leveleki Zsolt annó kiszámolta, hogy ha a bónuszából 10%-ot mindig félretett volna, akkor ilyen fatális nagy összeget mondtál, már nem emlékszem rá, de hogy ilyen nagyon nagy összeget, ő is meglepődött, hogy mennyi összeg lett volna az az összeg. Tehát, hogy amikor már pénz van, akkor meg kell tanulni a pénzzel bánni. A 10%-ot mindenképpen tedd félre. Ha úgy érzed, hogy ez a 10% sok, akkor tedd félre az 5%-ot, vagy tedd félre a 2%-ot. Az a lényeg, tegyél félre, és saját magadat, lelkedet nyugtasd meg. Aztán, hogyan tudod megőrizni a megtakarításaidat? Én az legelején úgy csináltam, hogy félreraktam, és azt mondtam, hogy ez nincs. Tehát ez nincs ott az életemben, minden egyéb van, de ez nincs. És leszettem teljesen róla a figyelmemet. És azt tapasztaltam, hogy a lelkem viszont nyugodt volt. Aztán én a gyermekemet is arra tanítottam, amire engem megtanított az édesanyám. Vettem egy kockás kis füzetkét, ketté választottam az oldalát, az egyikre írtam a kiadásokat, a másikra írtam a bevételeket. Ha a bevétel és a kiadás végén nem egyezett, akkor ott vagy hitelfelvétel volt, vagy túlköltekeztem, és az a következő hónapban már iszonyatosan nyomott. Az édesanyám nekem nagyon nagy tanító volt, ő, hát én nem tudom, tehát ő mindenből pénzt tudott csinálni, a tojásból, a tyúkhúsból, a nem tudom miből, falun éltünk, és mindent vitt be a városba, és adta el a munkatársainak, a városban lévő munkatársainak azt, amit otthon megtermeltünk. Hát én csodáltam, a semmiből is valamit csinált. Ő mutatta meg azt, hogy hogyan kell ezt csinálni, én számomra ő mindig nagyon hiteles volt. Engem kis stafírung, így szokták mondani, ki stafírungozva adott férhez. És pedig szakácsként dolgozott egy konyhán, mert 3 gyerekes családban a 2 fiú mérnöknek tanult, de a lánynak nem volt szabad tanulnia, mert támogatnia kellett anyagilag a 2 tanulót, fivért. Tehát csinálta a pénzt. És azt mondtam, hogy ezt meg kell, hogy tanuljam. És emlékszem, még mindig megvan, amikor meghaltak a szüleim, akkor megtaláltam azt a 60-as évekbeli megsárgult lapokkal a füzetet, és láttam azt, hogy hogyan vezette a kiadásbevétel oldalt. Aztán az extra nyereség növekmény 50%-át mindig tedd félre. Tehát azt mindig, például, hogyha az FLP-vel elkezdesz dolgozni, és van egy állásod, egy munkahelyed, amit az FLP-től megkeresel, annak az 50%-át mindig rak be egy elkülönített számlára. Meg fogod látni, olyan büszkeséget fogsz érezni, és annyira nyugodtá teszi az életedet, hogy tudatban ott van az, hogy van egy kis tartalékom. Aztán nézzük meg, hogyha biztonságban érzed magad, akkor 2-6 hónapnyi összeg az, ami téged biztossá tesz. Tehát, hogy mi ez a 2-6 hónapnyi összeg? Arra gondolok, hogy ha te egy 100 000 forintot keresel a munkahelyeden, akkor legalább a bankszámládon legyen vésztartalékként
2-6 hónapnyi, tehát szorozd be a 100 000-et 2-6 hónappal, az legyen vésztartalékként a számládon, és ne költsd el tévére, mert jön a karácsony, és akkor most újra tévét kell vásárolni a, mit tudom én, a WC-be is, mert még ott nincsen. Tehát, hogy ne költs el olyan dolgokra, amik tárgyi dolgok, inkább fektess magadba. Ne kockáztats. Mire gondolok itt? Kockázatra. Például ne tegyél be pénzt egy olyan vállalkozásba, amit nem tudsz kontrollálni, vagy ne menj föl a tőzsdére, hogyha nem vagy tőzsdei szakember. Ilyenekre gondolok konkrétan. Mindig tedd biztonságba a megtakarításodat. Volt egy munkatársam, aki azt mondta, hogy a megtakarítását én tegyem el, én őriztem, mintha az nem lenne, mert ő nem tudja saját magát kontrollálni, mert az extra bejövő jövedelmet is azonnal elkölti. Tudom, milyen, én is csináltam. Tehát amikor így hónapról hónapra él az ember, akkor nagyon nehéz kontroll alatt tartani azt, hogy a megtakarításaival mit tesz. Aztán legyen bőségtudatod. Próbáld ki azt a játékot, hogy fiúk rendszeresen azt csinálják, hogy papírpénzzel fizetnek, és az aprót begyűjtik a zsebükbe. Így van? Legalábbis nálunk ez így szokás. Az aprót, amit te összegyűjtesz, tedd bele egy persejbe, amit nem nyitsz ki. És nézd meg azt, hogy egy hónap után mennyi gyűlik össze. Vagy próbáltatok már gyereknek 200 forintos gyűjteni? Egy extra, egy plusz, amit esetleg könyvekre, saját magadba be tudsz fektetni. Áramlás, a pénz energia. Nem mindegy, hogy hogyan gondolkodsz róla, nem mindegy, hogy mi az, ami téged motivál a pénzzel kapcsolatban. Én nekem mindig nagyon tetszett az, amit az anyukám mondott, hogy amikor adnak, fogadd el, ha ütnek, pedig szaladj el. Tehát azzal, hogy mondjuk neked valaki valamilyen ajándékot ad, és azt úgy érzed, hogy te azt nem érdemled meg, és visszautasítod, magát az áramlást fogod megpörgetni, és visszautasítani onnantól kezdve minden egyes áramlást. Ha például vegyük az FLP-t, és megvan a 4 pontod, vagy megcsináltad a 2 pontodat, és az 7 utolsó napjaiban még jön be neked megrendelés. És azt mondod, hogy jaj, nem, majd ezt átviszem a következő hónapra. Szerinted mit csinálsz vele? Leszögeled az áramlást, és nem fog a következő hónapban annyi jönni, annyi pontérték jönni, mint amennyit te szeretnél. Vagy, ezt a mondást nekem mindig anyukám akkor mondta, amikor elmentünk vendégségbe, és hát Cered vidék, tehát nálunk az volt a szokás, hogy ha elmegyünk vendégségbe, akkor terü-terü asztalkán van, és illik visszautasítani. Tehát illik azt mondani, hogy köszönöm, nem kérem. Hát már Majki gúvott a szemem a kis mákos kifliért, és imádtam volna megenni, de először mindig azt kell mondani, hogy köszönöm szépen, nem kérem. Mindig egy ilyen nagyon sovány gyerek voltam, tehát ilyen, ez az elöldeszka hátul lévsz, és 49 kiló vasággyal együtt, és hát úgy próbált a rokonság etetni, hogy hát hízzak. De azt kell mondani, hogy köszönöm szépen, nem kérem, bármennyire is szeretném. És az annyira mélyen belém ívódott, hogy utána anyukám próbálta mindig azt mondani, hogy ezt a mondatot mondani, és próbálta visszafordítani nálam ezt a folyamatot. Aztán tölts magadnak varázscsekket. Ez a varázscsekk szólhat szeretetről, szólhat odafigyelésről, és szólhat pénzről. Tölts ki ezt a varázscsekket magadnak, mennyi pénzt akarsz keresni. És hogyha nálad megjelenik az az összeg, és ez minden hónapban, minden nap megjelenik, be fogod vonzani azt a lehetőséget, amivel, és itt van az FLP mint lehetőség, amivel ezt az összeget meg fogod tudni keresni, amit te magadnak fölírtál. Játsszál egy kicsit. Lazítsd egy kicsit. A pénz az egy jó dolog. A pénz, cserébe vehetsz érte autót, cserébe vehetsz nyaralást, cserébe veheted a gyerekednek, gyermekeidnek a tanítatását, az, hogy az iskolába extra dolgokat tud neki adni,
hogy ne olyan ceruzája legyen, mint a többieknek, hanem olyan, amilyet ő szeretne, hogy a szüleidet tud támogatni, akár termékkel, akár pénzzel. Tehát, hogy keresd meg azt a célt, amiért te nemes irányba el tudod fordítani a pénzkeresetedet. Összefoglalóként, sikereid 80%-a a befektetett időd utolsó 20%-ában érik be. És ez azért is nagyon fontos, hogy amikor te elkezdesz dolgozni az FLP üzletben, nem az elején jönnek a sikerek, hanem körülbelül akkor jönnek a sikerek, amikor már nem várod. És amikor már kitartóan csinálod, és amikor már eleged van, de megígértem a szponzinak, hogy én ezt végig fogom csinálni, megígértem magamnak, a feleségemnek, a férjemnek, a gyerekemnek, és saját magamat nem nyomhatom be a szégyen foltba, és elkezded csinálni. És rögtön nem biztos, hogy jönnek az eredmények. Hány nemet fogsz kapni? Ne a nemeket számold, hanem az igeneket. Légy körültekintő, és figyeld, mibe fektetsz időt, pénzt, energiát. Egy hagyományos vállalkozásba? Nézd meg egy hagyományos vállalkozást. Mennyi pénzt kell beletégy, hogy el tudj indítani egy hagyományos vállalkozást? Vagy azért nem veszed komolyan az FLP-t, mert ide nem 10 millió forintot kell betenni? Vedd komolyan magadat, és vedd komolyan az FLP üzletedet. A pénz odaáramlik, ahol szeretik. Szeresd a pénzt, és kívánom, hogy minden szinten megtaláld azt a bőséget, azt a harmóniát, amit te keresel. És tudom, hogy te képes vagy arra, hogy az FLP üzletből, az FLP-ből akkora üzleted legyen, amilyet te magadnak szeretnél. És erre biztatlak, hogy ne add fel, mert ez az üzlet érted van, és te vagy ezért az üzletért. Köszönöm a figyelmeteket!